ízletet. Finom borokat, különleges ínyenségeket lehet majd megkóstolni Egerben a hosszú hétvégén. A Szépasszonyvölgyi Márai aktív turisztikai látogatóközpontban többek között szőlőlekvárt, kecskegomolyás rétest, bikavéres mézet kínálnak majd a tavaszi gasztrofesztivál látogatóinak május 2-án. Az ételkóstolók mellett családi programok, koncertek teszik teljessé a fesztivált. Elsősorban a helyi kistermelőknek szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy bemutatkozhassanak. Lesz kuriózum, például reformkonyha, aminek az az érdekessége, hogy minőségi, nyers, adalékmentes alapanyagokból fognak zöldségszendvicsek készülni, de lesz a hagyományos füstölt hús, füstölt sajt, méz, lekvár. Az egri várban 3 napon át a boré lesz a főszerep. A bikavér fehér párját, a fiatal küvét, az egri csillagot ünneplik, mely 2010-ben indult útjára. A 3. egri csillag borfesztiválon május 2-án és 3-án 23 borász közel 50 borát mutatja majd be. Emellett koncertek is várják a várba látogatókat. Az egri csillagborok mellett, és azért mondom csillagborokat, mert több évjárat bora is itt lesz, és itt lesz a klasszikus egri csillagok, ebből lesz a legtöbb természetesen. Superior és a Grand Superior egri csillag is itt lesz ezen a fesztiválon, de emellett minden termelő hozhatja az egri bikavérét, hiszen az egri csillag az egri bikavér párja. Jó, még egy. Most még saját örömükre szelfiznek a főiskolások az egri bazilika előtt. Május 1-én már egy világrekord kísérlet miatt várják ide őket. Budapest és Szeged után Eger szeretné elnyerni a tömeges selfie készítés világrekordját. Az egri tömeges selfie-n május 1-én délután 4-től 8-ig lehet majd fotózkodni az Eszterházi téren.